Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket következő kísérletben. Egy rövid bevezetővel szeretném ezt a videót kezdeni, amit így megpróbáltam összeállítani az interneten a mitokondriumokkal kapcsolatosan találtam. Ez magyar és angol nyelvű oldalok egyaránt. Kérlek benneteket, hogy nézzétek meg ezt a részt is, mielőtt belefognék a kicsit hosszabb és részletes ismertetésének, annak a terméknek, ami a mitokondriumok működését képes teljesen helyreállítani, és azokat újra normális működésre kényszeríteni úgy, hogy azokat méregteleníti. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy miért olyan fontos ennek a terméknek a használata, tudnunk kell, hogy a mitokondriumnak a helyreállítása miért is annyira nagyon fontos. Aki nem tudná, a mitokondrium a sejt magban található. A mitokondrium egy eukariót sejtekben található, az energia ellátásában és annak elraktározásában szerepet játszó sejt szervecske az előállított energiát makromolekulák formájában tárolja. Itt láthatjátok a mitokondrium felépítését, most ennek nem mennék bele a részleteibe, csak hogy nagyjából lássátok, hogy ez tulajdonképpen hogy is néz ki. Egy mitokondrium egy bakteriális alakú, henger vagy gömb alakú, és néhány mikrométer nagyságú kettős membrán rendszerű sejtszervecske. A működésével kapcsolatosan néhány gondolat, ami nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy miért például a cukorbetegség, illetve a különböző betegségeknél igen hatásos a mitokondriumos kezelés, illetve a mitokondriumoknak a helyreállítása, működésnek a helyreállítása miért annyira fontos. Néhány gondolatot innen, az alapállomány gélszerű tartalmazza a saját prokarióta jellegű gyűrűt, alakú DNS és ribosom, mert benne játszódik le a citromsav ciklus, tehát a citrát kör, Szentgyörgyi, Kerszféle körfolyamat, acetil koenzim A molekulák acetil csoportja két lépésben széndioksziddal oxidálódik, miközben NAD redukált koenzim mé. A folyamat elején acetil csoport megkötő molekula körfolyamat indul ide is tér vissza. Nem mennék itt bele nagyon a mitokondriáknak a működéséhez, de egy biztos, hogy itt történik a zsír és a cukornak az égetése, nagyon egyszerűen lefordítva. Egy másik oldal a mitokondriás genetikával kapcsolatosan, itt leírja, hogy a mitokondriás genetika a genetikának a mitokondriumban található DNS-sel foglalkozó ága, a mitokondrium a sejt erőműve. Az ATP és egyéb energiatartalmú molekulákat termel a piruvát anyagcsere útvonalán keresztül, ugyancsak szerepet játszik a sejt detoxifikálásában, amely a zsírok és aminosavak lebontásával járó katabolikus folyamatokkal visz véghez. Jelentősége, mivel mitokondriumokban egy glükóz molekulából 36 ATP keletkezik, szemben a glükolízis 2 ATP termelésével, a mitokondriumok az élethez elengedhetetlenek a magasabb szintű szervezetekben, ezért jelenthet végzetes problémát egy-egy mitokondriális enzim hibája vagy hiánya a sejtnek. Ezek az organellumok aszerint specializálnak, hogy milyen típusú sejtben, illetve annak milyen fejlődési állapotában találhatók, ezen felül pedig néhány betegség kifejezetten mitokondriális örökléshez kötött. Így ezek megismerése közelebb vihet minket megfelelő gyógymódok és kezelések kiválasztásához. Nem részletezném itt, bemutatnék gyorsan néhány angol nyelvű oldalt, ahol a mitokondriális működéssel kapcsolatos betegségeket kutatják, illetve azokat hogyan lehet kezelni. Itt ez egy ilyen tudományos oldal, ahol rákutatása kapcsolatos tényeket állapítanak meg. Egy amerikai rákutatóközpontban például a Parkinson betegséggel és különböző más rákos betegségekkel hozzák összefüggésbe a helytelen mitokondriás működést. Ez egy amerikai oldal volt, itt ez egy angol rákutató oldal, ahol ugye azt írja itt, hogy a mitokondriumok ugye az energiaháza a normális celláknak, és ezek egy kémiai energiát, ezek kémiai energiát használnak, ezeknek a kémiai energiát használják a sejtek a működéshez. Itt különböző leírások vannak, most én nem kezdenék el ezeknek a lefordítgatásába, csak azt akartam, hogy lássátok, hogy a világ hol tart mondjuk a mitokondriális működéseknek a kutatásával kapcsolatosan. Igen komoly összefüggést találtak a rákos betegség kialakulása, kezelése
kapcsolatosan és a mitokondriás működéssel kapcsolatosan. Szintén egy rákutató oldal, látható ki az angol nyelven, itt különböző tanulmányok, a mitokondriás funkció és a rákos betegségekkel kapcsolatosan. Hát kedves nézőim, szeretnék nektek bemutatni egy terméket, ami a felfedezésemnek egy része. Az előző kisfilmeim az immunrendszerről beszéltek, hát ebben a kisfilmben ugye mitokondriális működésről beszélek, ami szorosan összefügg az immunrendszer működésével kapcsolatosan. Hát ez egy kicsit hosszabb lélegzetvétel lesz ez a kis videófilm, de ajánlom, hogy nézzétek végig, ugyanis ez a termék, én inkább módszernek mondom ennek a terméknek a fogyasztását, amivel a mitokondriumoknak a működése teljesen helyreállítható, hihetetlen módon ezt most már nagyon sok ember tapasztalata alapján én állítom, saját magam tapasztalata alapján is. Nézzétek meg a további kis filmemet, hogy tudjátok, hogy miről is van szó. Ennek a terméknek a neve nem más, mint MitoLife, ami egy speciális termék, ami a következő célkitűzéssel készült. Védje és növelje a mitokondria működését, védje és fokozza az immunrendszer és a szív működését, kitartóan segítse a szervezetünket a környezeti méreganyagoktól örökre megszabadulni. Ezt a leírást dr. Walter Crinoin táplálék kutató professzor állította össze a részemre, igaz angol nyelven, és ezt én fordítottam le nektek. Orvosi szótárak és orvosi szótáraknak a segítségével, hogy fogadjátok nagy szeretettel. Az összes Mitogenics termék arra lett kikísérletezve, hogy optimalizálja az egészségünket, azáltal küzdjenek a hatalmas méreg terhekkel szemben, amikkel a szervezetünk fel van töltve. A Mitogenics termékek igazából módszernek az elnevezése a különböző területeken hatnak a szervezetünkben és a szervezetünkre. Az itt látható terméket speciálisan a mitokondriumokra lettek kikísérletezve. A MitoLife arra készült, hogy a következő célkitűzéseket véghez vigye. Helyreállítsa, optimalizálja és védje a mitokondriális működést, erősítse az immunrendszer működését, speciálisan a krónikus vírusfertőzések ellen, erősítse az egyén szívbetegségek ellen a második élenjárója a halál okozóknak és munkaképtelenségnek. Erősítse a védelmi képességet az egyénnek a rákkal szemben, segít optimalizálni a vércukrot és a testsúlyt, segíti a szervezetünkből a környezeti méreganyagokat eltávolítani, erősíti az antioxidánsok működését és megelőzi a károsodásokat, ami a korai öregedéshez és a betegségekhez vezet. A MitoLife a következő sajátos 7 pontos célkitűzéssel volt kikísérletezve. Ahhoz, hogy ezeket a célokat megvalósuljanak, a következő 6 összetevő volt kiválasztva és hozzáadva a 7. alulvera alaphoz, csak 6, igen, jól láthatjátok, nem véletlen csak egy rövid gondolat ide. Ez a táplálékkutató professzor több mint 40 éve a táplálékok és tápanyagokat kutatja, ezáltal talált rá arra a 6 legjobb összetevőre, ami a legtökéletesebben tudja elérni a hatást az emberi szervezetben. Ezek mind elérik egyébként a kívánt célt külön-külön is egyesével ezek az összetevők, viszont a MitoLife minden egyes összetevője külön is elég hatásos, hogy ezek a célokat eléri, és tulajdonképpen az összes összetevővel együtt valójában egymás hatását erősítik. Egyetlen egy másik termék a piacon sem készült hasonlóan, mint a Mito vagy MitoLife. Hát lássuk a 6 győztes összetevőt, ami a következő: a mangosztin, a bodza, a fekete szeder, farkas szeder, vagy wolfberry, vagy más néven goji berry, a brokkoli és a zöld tea. A fontossága a mitokondriumoknak, és miért is az első számú cél, már néhány szót hallottatok róla, folytatnám. Minden egyes sejtünkben van egy szerv, amit mitokondriának hívunk, aminek feladata a zsír és a cukor energiába alakítása. Ez az energia szükséges, hogy a sejtjeink tökéletesen tudják a munkájukat elvégezni,
és szolgáltassák az energiát a teljes testünk számára. Amikor a mitokondria úgy működik, ahogy azok ki lettek találva tökéletesen, akkor annyi energiád van, amennyi neked szükséges, és attól sokkal több is lehet. Így minden egyes sejted és szerved tökéletesen fog működni, és annak ellenére, hogy messze menőleg több kalóriát viszel be a szervezetedbe, a testsúlyodnak a legközelebbinek kell, hogy legyen az optimálishoz. Egyszerűen szóval beállítja a testsúlyod úgy, hogy a szervezetnek a legoptimálisabb legyen. Sajnálatosan majdnem minden kémiai anyag és mérgek, nehézfémek mindannyiunkban bennünk vannak, ezek az általánosságban talált mérgek a következők. Higany, arzén, kadmium, grafit, növényi rovar, ölőszerek, azbeszt, mesterséges illatanyagok, dioxin, különböző vegyi oldószerek. A mitokondriumok helytelen működése nem csak az általános kimerültséghez vezet, hanem ez a mai napjainkban igazoltan dokumentált tényezője az összes súlyos betegség kialakulásának. Beleértve a rákos betegségeket, idegrendszeri betegségeket, mint például a Parkinson-kor, Alzheimer-kor, cukorbetegség, elhízás, rák és egyéb többi. Amíg a bennünk levő méreganyagok mennyisége különböző, mindenkiben megtalálhatóak, akikben csak tesztelték ezeket. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy megvan benned is, mint ahogyan bennem is. Egy tanulmány kimutatta, hogy egy felnőtt testben átlagosan több mint 74 különféle, csak a mitokondriumokat mérgező anyag van. Ezekkel a valóságos terhekkel szinte csoda, hogy a mitokondriumok egyáltalán működnek. Mi történik akkor, amikor nem úgy működnek a mitokondriumok, mint ahogyan azoknak működniük kellene? Kimerültség és fáradékonyság érzése, nehéz gondolkozás, emlékezés, érzékelés, stb. Gyenge látás és emésztés, lassú sebgyógyulás, krónikus betegségek kialakulása, alacsony energiaszint, allergiák, aszma, cukorbetegség és elhízás. Lássuk az első összetevőjét ennek a csodálatos mitokondriumokat helyreállító folyadéknak, a mangosztin. Itt láthatjátok a gyümölcsét és a fáját. A mangosztin Garcinia mangosztanál el egy fa, ami Thaiföldön, Sri Lankán, Indiában és Myanmaron nő. Ez egy gyümölcs valójában, amit ezeken a területen használnak ősidők óta gyulladás csökkentőként, hasmenés csökkentő, daganatellenes szerként és fertőtlenítő szerként is. Igazoltan dokumentált egészségre gyakorolt hatása a következő. A mitokondria helyreállítása és optimalizálása. Az egyik fő összetevő a mangosztinben, az alfa mangosztin már igazoltan kimutatott képessége van a mitokondriumok helyreállításában, azután is, miután a méreganyagok már megtámadták. Gyulladás csökkentő és allergiaellenes mangosztin kimutatott, hogy csökkenti a rákos sejtek szaporodását, osztódását és ezáltal a gyulladás a szervezetben. Szintén kimutatott, hogy hatásos csökkenteni a hisztamineket és képes segíteni, aki krónikus allergiával szenvednek. A mangosztin eszenciája rákellenes képességű, úgyhogy a rák blokkoló effektje által gátolja a következő rákos daganatok növekedését. Például vastagbélrák, mangosztin állati kísérletek által egyértelműen bizonyítottan megelőzhető volt úgy, hogy a köztudott vastagbélrákot okozó mérgeket adták nekik. Mellrák. A mangosztin eszenciája hatásosan csökkentette az elburjánzását a daganatnak az emberi sejtekben. Egy másik tanulmányban a már kialakult mellrák esetében mangosztin eszencia megakadályozta ezeknek a sejteknek az elburjánzását, tovább terjedését és elősegítette a rákos sejtek halálát. Ugyanebben a tanulmányban egy nagyon erős antioxidáns hatás is dokumentálva volt. Leukémiánál a mangosztin eszenciájának bizonyított képessége, hogy blokkolja a leukémia elburjánzását, a leukémia sejtek terjedésének, egy egyedi törést okozva a szerkezetükben, így teljesen meggátolja a rákos sejtek működését, hogy azok elpusztuljanak, sejthalál következik be általuk. Májrák eszenciája a mangosztina kimutatott hatást gyakorol a májrákos sejtjeire, amitől azok azonnal elpusztulnak. Immunrendszer támogatása a mangosztin eszenciájának kimutatottan erős baktérium elburjánzás blokkoló hatása van. Ez a baktérium ellen, ami
Az a baktérium ellen, ami a tuberkulózist okozza, például a legerősebb antibiotikumhoz hasonlóan működik azzal szemben. És ezen kívül kimutatott képessége, hogy a fehér vérsejteket stimulálva azok fellépjenek és megsemmisítsék a béllel kapcsolatos káros kifejlődéseket, mint például a szalmonellát. 250 mg mangosztin eszencia van csak 20, 30 ml adag Mitolife-ban. A második összetevő a bodza. Talán sokak által ismert és használt növény, ami hazánkban is megtalálható. A bodza nem más, mint Sambucus nigra, egy magas fa, vagy inkább egy cserje, őshonos Európában, Ázsiában, Észak-Afrikában és szintén előfordul az Amerikai Egyesült Államokban vadon növekedve is. Néhány részét használják kizárólag csökkentésre és vízelési panaszokhoz. Mérgezésekkor, hasmenés kezelése, a bodza eszencia használatban van különböző vírusellenes anyagként, megküléshez és például a herpes gyulladáshoz is. Dokumentált, igazolt egészségre gyakorolt hatása a következők. A mitokondria védelme és antioxidáns hatás. A bodza az egyik legmagasabb szinten tartalmazza az erős OPC vagy oligomerik proanthocyanidins antioxidánst. Az OPC a leghatékonyabb antioxidáns az orvosi vizsgálatok szerint 50-szer hatékonyabb, mint az L-vitamin, és 20-szor hatékonyabb, mint a C-vitamin, védi a szervezetet a szabad gyököktől. Hasonló OPC tartalommal egy másik növény is rendelkezik, ami nem más, mint a fekete berkenye. Ez a természetes sejtes antioxidáns kulcsfontosságú szerepet játszik a mitokondria megvédésében a kémiai anyagoktól. Egy tanulmány bemutatta, a bodza eszencia képes volt megvédeni a máj sejtjeit a legkártékonyabb máj mérgektől, a tetraklormetántól, és képes volt a mérgezés utáni károsodásból helyreállítani a máj sérült sejtjeit. Keringési rendszer védelme. Az OPC oligomerik proinducid antioxidáns a bodzából valójában képes bekerülni a sejtekbe az érhálózatunkon keresztül. A bodza eszencia szintén bizonyított képessége erősíteni az oxidációt a rossz koleszterin szídnél. Ez egy óriási haszon a megelőzésben az érelmeszesedésnek és a szívbetegségeknél, mint ahogyan ismert a magas koleszterin szint az okozója ezeknek. Az immunrendszer erősítés a következő. A bodza eszenciának kimutatott képessége van, hogy kimagaslóan növelje az immunválaszt a fehér vérsejteknél és betörő kurozókkal szemben. Vírusellenes hatása is van, a bodza eszenciája bizonyítottan teljesen képes megakadályozni a herpes vírus osztódását, típus 1, HSV1, laboratóriumilag szintén bizonyított képessége megölni a HIV, AIDS vírust és a terjedését megakadályozni. Amikor a mintákat hatását mérték, azok a minták, amik bodza eszenciával kezelték, nem találtak HIV antigéneket bennük. Két tanulmány mutatja a hatását a bodza eszenciájának egy személyben, aki vírusfertőzésben szenvedett. Mindkét tanulmányban azok, akik bodza eszenciával kezelték, az egészségük több mint a fele idő alatt jött helyre, mint azok, akiket placebóval kezelték. A placebo hatást a Wikipedia-on megtaláljátok. Ami azt mutatja, hogy az eszencia rettentően gyorsan hatott a szervezetükre a vírusfertőzés ellen. A bodza szintén képes megvédeni a H1N1 vírus ellen, vagyis a malacvírus ellen képessé teszi szervezetünket, hogy megfertőződjenek a sejtjeink. Ezt úgy teszi, hogy blokkolja a futóművét a vírusnak, így nem képes behatolni a sejtbe, és így nem képes megfertőzni azt. 250 mg bodza eszenciája van mindössze 30 ml Mitolife-ban. A következő összetevő a fekete szeder. Talán sokunk ismeri az erdeben lelhető útszélén is található fekete szedret. A fekete szeder, vagy más néven rubus, egy évelő növény, ami Észak- és Dél-Amerikában honos, bár Európában is megtalálható. Sokak gyomnövénynek tartják, hosszú szárat növeszt, amin minden évben szeder nő nagy számban, amik nagyon magas antioxidánsokban, polifenol tartalommal. Fekete szedernek van a legmagasabb orakértéke, ami nem más, mint oxigén radikál absorbing capacity, ami 5347 per 100 g-ban.
Itt láthatjátok az orrak fordítását, ami nem más, mint oxigén megkötő képesség, ami a szabadgyökök megkötő kapacitására utal. Az USDA, vagy a United States Department of Agriculture, a mezőgazdasági minisztérium USA-ban szerint naponta 5000 orrak kell ahhoz, hogy a rossz étkezési szokások és az egészségtelen életmód okozta oxidatív stressz ellen hatékonyan harcolni tudjon a szervezet. Dokumentált egészségre gyakorolt hatása. Antioxidáns aktivitás. Amikor összehasonlítjuk az áfonyával, vagy a málnával, vagy a ribizlivel, vagy a vad, vagy a házi szamoszával szemben, a fekete szeller mutatta a legmagasabb összantioxidáns hatás. A következő legmagasabb a piros ribizli volt, és a málna azt követően. Hasonló eredmény volt kimutatható egy norvég és egy USA tanulmányban is. Ebben az amerikai tanulmányban a fekete szeder volt a legmagasabb antioxidáns hatású a három legerősebb szabadgyökök ellen, a szuperoxidok, hidrogénperoxid és a hidroxilgyökök ellen. Fekete szedernek van szintén a második legmagasabb antioxidáns hatása szemben a szimpla oxigénnel, szamócával együtt a legmagasabb. A mitokondrium védelme a fekete szeder gyümölcslevek különböző mértékű koncentrációjában kimutatott a képesség visszafordítani a mitokondriál funkció elfolytását, ami egy szabad gyökhöz köthető a neve peroxid nitrit. Ez egy óriási jelentőségű dolog a megelőzésben a stroke, a szívinfarktus és még jó néhány krónikus idegrendszeri problémánál, mint például a Parkinson-kor és az Alzheimer-kor. Az ehhez hasonló problémák, mint a peroxidhez köthetőek. Hozzá van adva még a fekete szedernek a levele is, aminek az orrakja, vagyis az oxigén megkötő képessége 6-10-szer jobb, mint a magának a gyümölcsnek önmagában. Azaz 32.000 és 53.000 között van 100 g-ban. 250 mg fekete szeder és levél eszenciája van mindössze 30 ml májtolajban. A következő összetevő a májtolajban nem más, mint a farkas szeder, vagy goji berry, vagy wolfberryként ismert gyümölcs, ami a wolfberry lícium barbarum, vagyis más néven ismert, mint a goji berry, és a legáltalánosabb név két nagyon közeli fajtájának, a lícium barbarumnak és a lícium chinese-nek. Két fajtája a boxtom és a nagyragúja félék családjába sorolható, ez a növény honos Dél-Kelet-Európában és Ázsiában. Igazolt dokumentált egészségre gyakorolt hatása a következők. Mitokondria védelme és helyreállítása. Az eszenciája a goji berrynek bizonyított képessége védeni a mitokondriát és a vörös vérsejteket a károsodástól használva a benne levő lipid peroxidokat. Érrendszeri és cukorbetegség, vércukor és vérzsír elégetése. A lícium barbarum eszenciának használata a vércukor szintjének és a trigliceridek, vérzsír és a koleszterin szint csökkenéséhez vezet. A lícium szintén megelőzi az oxidációját a koleszterolnak, megelőzi az érelmeszesedést és a szívbetegségeket. Ez a működés következménye ennek a nagyon erős antioxidáns aktivitásnak ebben a gyümölcsben. Immunrendszer erősítő szerepe. Klinikailag bizonyítottan a lícium kimagaslan magas képességet mutatott a vírusokkal és a behatolókkal szemben. Lícium szintén kimutatta képességét, hogy képes visszafordítani a csontvelő károsodását a mérgező kémiai anyagokkal szemben. Ez azt eredményezi, hogy növekedni tud a vörös vérsejtek, fehér vérsejtek és vérlemezkék áramlása. Fáradékonyság, kimerültség ellenes hatása is van. A lícium kimagaslóan a leghatásosabb eredményt ad azoknak, akik kimerítő tevékenységet végeznek. Egy tanulmányban a goji eszenciája kimutatottan kimagaslóan hatékony volt azoknak, akik súlyt emelnek, ellen a képességük növelésében, kimerültség ellen, és egyszerűen képes a fáradtságot megszüntetni. Ez a goji szintén erősíti a raktározását a glikogének, mint az izomban és mind a májban egyaránt. Így ez potenciális csodálatosan hatásos az atléták számára, mivel segíti az anyagcsere lebomlási termékek elszállítását a vérből, például a testedzés után. Rákellenes hatás, lícium bizonyítottan szétrombolja a leukémia és a szarkoma növekedését. Májvédő funkció mérgező anyagok ellen. A lícium képes megvédeni a májat a karbon tetraklorittól, amelyik a legerősebb májkárosító méreg. Ebbe beletartozik
hogy megelőzi a kiürülését a lecsökkent glutationnak a májban. Egy másik tanulmányban azt mutatja, volt egy összehasonlítható májvédő aktivitása egy gyógynövénynek is, amit Silibum Mariannumnak, vagyis Mária tövisnek hívnak magyarul. A szem védelme. Néhány orvosi cikk azt mutatja, hogy a lícium csodálatosan gazdag egy speciális anyagban is, amit más néven zeaxantinnak hívnak. Mivel kimutatható, így ezáltal a vérbe kerülve ennek az anyagnak a növekedése csodálatos hatásként eredményezi a jobb látást, karbantartva a szem részeit. 250 mg goji berry vagy farkasszeder eszenciáját kapsz mindössze 30 ml májtalájban. A következő összetevő nem más, mint a brokkoli. A brokkoli egy általánosabban fogyasztott brasszika zöldség családba tartozik, ebben a családba tartozik a káposzta, karfiol, kelbimbó is, stb. Igazolt dokumentált egészségre gyakorolt hatása, a mitokondriumok védelme és optimalizása. A fő kémiai összetevője a brokkolinak és a családjába tartozóknak igazoltan magas a sejtekre gyakorolt jótékony hatása. Ebbe tartozik, hogy képes növelni a glutation szintet a mitokondria belsejében, és így segíti ezáltal a mitokondriát a szabad gyököktől, méreganyagoktól megvédeni. Rákellenes tulajdonság. A brokkoli igazoltan képes csökkenteni a rákos daganatok méretét, feltehetően azáltal, hogy segít a méregtelenítésben a méreganyagok eltávolításával. A leghatásosabb eredményeket a brasszika család tagjai fogyasztásával a tüdő, a vastagbél, a végbél rák esetében érték el. Jó néhány eredmény még a prosztata, méh és a petefészek rák esetében is megfigyelhető volt. Máj erősítő funkció. A brasszika család tagjai olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amik szintén növelik a glutation termelését és a cukor kiürülését a májban. Fázis 2 a májban. A brasszika bevitele szintén bizonyítottan hatékony az esztrogén anyagcseréje a máj által. Ez valószínű része a rákellenes hatásának. A brasszikák képesek felgyorsítani az esztrogén anyagcseréjét a magas szintű extra rákos értékről 16-os hidroxil esztrogén anyagcseréről a sokkal jobb értékű nem rákos értékű 2-es hidroxil értékűre. Az allergia ellenes hatás, az egészséges kémia anyagok a brokkoliban képesek megelőzni az allergiás reakciókat a levegőből és az ételekben levő összetevőkből. Amikor láthatóan válnak a szervezet számára, például a belélegzése a dízel kipufogógáznak. A dízel kipufogógáz a fő okozója a növekvő számú asztma és az allergiás megbetegedéseknek. Szerencsére a bevitele az antioxidánsoknak és a természetes alapanyagú kémiai anyagoknak, szulforafánsz, a brasszika család tagjaiból kimutatottan csökkentik ezek kialakulását. Méregtelenítés. A klorofil a brokkoliban csökkenteni fogja a környezetből szerzett méreganyagokat úgy, hogy elhagyják a testet általuk. 250 mg brokkoli eszenciát kapsz, mindössze 30 ml májtalajban van. A következő összetevő nem más, mint a zöld tea. Lehet, hogy a során a számolás egy kicsikét rossz, de ne foglalkozzatok vele. A zöld teáról, aki nem tudná, kínaiul pinyin vagy lücsá, a szó szigorú értelmében vett tea. Camellia sinensis növényből készül, ami egy minimális oxidáción megy keresztül az elkészítésénél. A fekete teával ellentétben a zöld tea egyáltalán nem erjesztett, ennek eléréséhez nem sokkal a szület után gőzöléssel vagy melegítéssel lebontják a tealevelekben található polifenol oxidáz enzimet, így az erjedési folyamatok leállnak. Ezután a leveleket formázzák, például összesodorják, majd kiszállítják, és a minőségtől függően válogatják. A legmagasabb kategóriájú teák feldolgozását kézzel végzik. A zöld tea eredete Kínától Japán és Közép-Keletig tart. A zöld tea kiváló alapanyaga a polifenolnak, epigallokatechin gallate, egy nagyon erős antioxidáns aktivitással. A hosszabb tea a telítettebb és a magasabb tartalma a nagyon erős polifenol összetevőknek, amik EGCG-nek hívnak és hívnak, vagyis epigallokatechin gallaténak. Dokumentált, igazolt egészségre gyakorolt hatású a következő. A mitokondrium védelme, az antioxidáns katecsin tartalom a zöld teában dokumentáltan képes behatolni a sejtbe, és el tud menni a mitokondriumokhoz, és képes megvédeni azt a mérgező anyagok okozta károsodás ellen.
Rákellenes tulajdonság. Zöld teát mostanában már úgy hívják, hogy a leghatásosabb rák megelőző anyag, ami elérhető, hozzáférhető bárki számára. A zöld tea igazoltan kimutatottan csökkenti a rákos betegségek kialakulását, mindenféle rák kialakulásának megelőzésénél hatásos. Érrendszeri hatása. A zöld teát inni naponta, vagy több mint egyet csökkenti a szívbetegség kialakulását több mint 30%-kal. Vérrendszeri hatás. Megelőzi a gyomor gyulladását és csökkenti az esélyét a gyomoráknak. A zöld tea szintén segít a tökéletes bélbaktériumok egyensúlyának a kialakításában probiotikumok nélkül. Naponta 10 vagy több csésze zöld teát inni szintén kimutatott, hogy megelőzhető vele az idült sorvadásos gyomorgyulladás, ami általában megtalálható a 65 év felettieknél. Idegrendszeri hatása. A zöld tea fogyasztása nagyon erős agyvédelmet biztosít. Az a személy, aki naponta 2 vagy több csésze zöld teát iszik, 54%-kal kevesebb azoknak a tüneteknek a száma, amik a kórhoz köthetők. Például nehéz gondolkodás, emlékezés, tanulási folyamatok, lelassulása, stb. És azok a személyek, akik legalább egy csésze zöld teát fogyasztanak, 40%-kal csökkent az esély az elbutulás, megőrülés és elmebajt kialakulásának. Ezt nem csak polifenolok okoznák a zöld teában, hanem ahogy keresztül megy a vérben, az agyon, az agynak nagyon magas antioxidáns hatást adnak. Ezen kívül szintén képesek nagyon gyorsan úgynevezett kalát kötésből vasat felvenni a neuronokból, ami rettentő gyors és hatékony folyamat. A vas felépülés a neuronokban növekvő oxidatív károsodást fognak okozni, ami összeköthető a Parkinson-kór és más hasonló kronikus idegrendszeri betegség kialakulásával. Állati kísérletekben is kimutatták, hogy a zöld tea bevitellel képes a zöld tea a vasat a neuronokból nagyon gyorsan kivonni, és megelőzni a mérgezést, ami köthető a Parkinson-kór kialakulásához. A zöld teának kimutatottan bizonyított szorongás csökkentő hatása is van, ezt a hatást figyelték meg azoknál, az állatoknál is, akiknek benzodiazepint adtak. Máj és xenobiotikok biotranszformációs hatás növelése. Mi az a xenobiotikok? A xenobiotikumok a szervezetben fellelhető olyan anyagok, amelyek normális körülmények között nem termelődnek ott, illetve nem kellene ott lenniük, vagy olyan anyagok, amelyek a szokásosnál nagyobb koncentrációban vannak jelen. A legfontosabb kémiai xenobiotikumok, az élelmiszer adalékok, a gyógyszerek számos a levegőben, vízben és élelmiszerekben előforduló ipari vagy mezőgazdasági tevékenységből származó vegyi anyagok, stb. Vagyis olyan anyagok, amelyek az emberi szervezetben nem termelődnek és a normál étrendben nem szerepelnek. A kémiai xenobiotikumokon túl az élő szervezetünk fizikai, kozmikus vagy földi sugárzások, sőt biológiai vírusok, baktériumok, paraziták, xenobiotikumok hatásainak is ki vannak téve. A xenobiotikumok káros hatásait eredetüktől függetlenül mennyiségük, gyakoriságuk és hatékonyságuk határozza meg. A xenobiotikumok veszélyeztetik az ember egészségét, ha a szervezet nem alakítja át és nem üríti ki őket. Egyes növényvédőszerek és gyógyszerek azonnal kialakuló tüneteket okozhatnak, de vannak olyanok is, amelyek hosszú távon fejtik ki negatív hatásukat, végül rákot és más megbetegedéseket okozva. A xenobiotikumok által okozott leggyakoribb tünetek fejfájás, kimerültség, nyálkahártya problémák, allergiás tünetek, érzékenység egyes környezetben előforduló anyagokra, például kemikáliákra, parfümökre és műszeres ruhaanyagokra, stb. Szervezetünk biotranszformáció által szabadul meg a xenobiotikumoktól, ezt a folyamatot gyakran tévesen xenobiotikum anyagcserének is nevezik. Általános szabály, hogy a biotranszformáció során a xenobiotikumok nagy vízoldékony metabolitokká alakulnak, melyek könnyen kiüríthetők. Az összes bélből felvett xenobiotikumot egyetlen véredény, a véna porter szállítja a májba. Kis mennyiségű idegen anyagot a máj maradéktalanul képes átalakítani, még mielőtt az bekerülne az általános keringésbe és más szervekbe. First pass hatás. A xenobiotikumok belélegezve az általános keringésen át a májba kerülnek. Ebben az esetben a máj csupán töredéküket alakítja át, mielőtt más szervekbe jutnak. A
A xenobiotikumok biotranszformációját a májenzimek végzik, először aktiválják őket a xenobiotikumok oxidációja, redukciója, hidrolízise és vagy hidratáció révén. Majd konjugáció során egyesítik a metabolitot glukuronsavval, illetve kénsavval vagy glutationnal, ezt követően az EP-vel vagy a vízenettel egyszerűen kiürül. Beleértve az esztrogén hormonok és anyagcseréjét is, az öltöny növeli képességét a májnak, hogy megtisztítsa a vért a mérgező kémia anyagoktól, sokkal gyorsabban, mint azt máskülönben tenni. Beleértve itt a légszennyezésből a vérbe került káros mérgező anyagokat is. Ezen kívül szintén növeli a képességét a máj további egy anyagcsere folyamatainak, kiválasztását a különböző osztályokba sorolható méreganyagnak az emberi szervezetből. Szintén kimutatott tény, állatkísérleteken bemutatottan, hogy a zöldtea növeli a glutatión transferáz, glukoronil transferáz és a kinin reduktázét. Ezek az enzimek, amik segítenek kivenni a mérgeket a szervezetünkből. A méreg kivevő tulajdonsága miatt kimutatott a megnövekedett környezeti méreganyagoknak az eltávolításával levő fontossága. Amit még kapsz, az 250 mg zöld tea eszenciája, ami 4 nagy bögre vagy 12 csésze zöld teával egyenlő mennyiségű zöld tea, mindössze 30 ml májtolaj van. Befejezésként néhány gondolat. A májtolaj egy nagyon egyedülálló, speciális összetevő folyadék minden szempontból. Ez az egyetlen speciális táplálékkiegészítő, ami arra kísérletezték ki, hogy segítse az embereket a legtöbb általános egészségi probléma leküzdésére, amik jelenleg mindannyiunkat érintik. Ennek csak 6 fő összetevője, aloe vera alapon ízesítőnek a szőlőhúsát, hiát és magját használva a cukrot egyáltalán nem tartalmaz, mert meghosszabbítja a máj méreganyag eltávolító képességét. Ezek az összetevők önmagukban egyenként is elegendők lennének a megfelelő eredményt elérni, de ezek így egymás hatásait erősítve érik el a tökéletes hatást. Csak 30 ml naponta olyan, mintha 1,6 kg-ot vennél magunkhoz ezekből összesen. Ezt a terméket úgy készítettem, hogy azt naponta tudjam fogyasztani, és fogyasztom is, írta dr. Walter Crinoin. Ennek a terméknek a föltalálója több mint 30, illetve hát most már mondhatom, hogy 40 év kutatása eredményét tette ebbe az egy üveg varázs folyadékba. Ez a leírás és a termék készült dr. Walter Crinoin táplálékkutató orvosprofesszor által, amit kifejezetten az én részemre állított így össze. Fordítottam én saját magam, vagyis Bújtos a Ferenc, vagy más néven Ferikó. A Mitogenics termékek kizárólagos forgalmazója Magyarországon és Angliában, és ezen kívül első forgalmazója Európában. Kérlek, keressél meg, hívjál föl a 20 92 89 226-os telefonszámon, vagy írjál e-mailt a bferikokukac@gmail.com-ra, vagy az info@bujdosoferenc.com-ra. Válaszolni fogok a kérdéseidre, ne félj ezeket föltenni. Keresd a következő kisfilmet, amiben az immunrendszer támogató vagy helyreállító termékről fogok részletesebben beszélni. Köszönöm a figyelmedet!